A tarcaliak nagy örömmel várták december 16-án az agora karácsonyi fényeiben, hogy fellobbanjon az adventi koszorú harmadik gyertyája. A település fültere helyiekkel telt meg, akiket Szűz Zoltán, római katolikus plébános üdvözölt. Az atya az adventről, vagyis a várakozásról, a lelki feltöltődésről osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A harmadik vasárnap az örömről szól, kiemelkedik a többi közül. Elhangzott az, hogy az időszak sajátos gyakorlatai a csöndet, az elmélkedést, az imádságot, a bűnbánatot és a karácsonyra való készülődést foglalják magukba. Az atya szólt arról, hogy a szeretet ünnep előtt foglalkozzunk többet Istennel, legyünk többet csendben, tisztítsuk meg lelkünket és tartsunk bűnbánatot. Ezután a plébános és Butta László gyújtotta meg a rózsaszínű gyertyát a jelképen. Ezen a délutánon a Monoki Kossuth névdalkör készült ünnepi műsorral. Először egy különleges előadást mutatott be az énekkar. A Szent Család járás a kisebb településeken az adventi időszak végén nagy hagyományokkal bírt, amit ez alkalommal tarcalon a dalárdások elevenítettek fel. Ez a műsor azt árt a nézők elé, hogyan keresett szállást a Szent Család Mária és József fiúk Jézus születése előtt Betlehemben. Hová legyen a szűz, irgalmas istenség, még egy rongyos istálóban. Az adventi program végén a Monoki Kossuth népdalkör karácsonyi dallamokkal melegítette fel a hideg téli estén a jelenlévők lelkét a szeretet ünnep előtt. az agurát szép karácsonyi díszkivilágításba öltöztették tarcalon, ahol helyet kapott egy betlehem is. Az istálóban két kis kecske is megpihent, akiket meg lehetett simogatni a harmadik adventi gyertyagyújtáson.